A 21. században már nem a különböző fertőzések jelentik a legnagyobb egészségügyi problémát, hanem az egyre több embert érintő krónikus megbetegedések. A szűrővizsgálatok célja a betegségek korai felismerése, lehetőleg a tünetmentes szakaszban, amikor a biológiai elváltozás már kialakult, de a beteg még panaszmentes. A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban van jogszabályi rendelkezés, és a házasokat igazából ez kötelezi is. Azt mondja a finanszírozási szabály, hogy 3 évente a 35 év alatti korosztályt egy állapotfelmérésen kell, hogy részt vegyen. 35 év felett pedig 2 évente. Csak hogy ez kell, a páciens is, és kell, hogy megjelenjen a háziorvosi rendelőben. Amennyiben a családban nincs örökletes anyagcsere, szív- és érrendszeri vagy cukorbetegség, akkor a 35 év alattiak esetében elég a 3 évente elvégzett vérvétel, hasi ultrahang és szemvizsgálat. A szűrővizsgálatok jelentősége inkább 40 éves kor felett nő meg. 40-45 éves kor fölött a hölgyeknél a endőrák szűrés, illetve a méhnyakrák szűrés. A méhnyakrák szűrésre mondjuk már korábbi életkorban is, tehát gyakorlatilag egy 25 éves aktív szexuális életet élő korosztály esetében érdemes volna 3 évente egy méhnyakrák szűrésre elmenni, de 40 éves kor fölött ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 2 évente az endőrák szűréssel, a mammográfiás vizsgálattal együtt ez fontos volna. Urak esetében az urológiai vizsgálat és egy PSA-teszt, a prostata rák szűrése szintén egy 2 évente érdemes volna, és 50 éves kor felett pedig a vastagbélrákoknak az aránya emelkedik meg, a vastagbélrákokat lehet szűrni. Sós Zoltán azt is kiemelte, a saját magunkon végzett vizsgálatok is elengedhetetlenek a szűrések mellett. Ezekkel számos daganatos megbetegedés, mint a bőrrák vagy a hererák is időben kiszűrhető.